Örülünk, hogy ilyen sokan összejöttünk itt megint itt a rondelládál, a kivetítő előtt, ahol szurkolhatunk Ben Stolt csapatának. Ugye azt már tudjuk, hogy tovább jutott mindenféle eredménytől függetlenül a csapat, viszont egyáltalán nem mindegy, hogy melyik helyen jut tovább, hiszen nagyon nehéz ellenfélek várhatnak még rám. Péter, először arra kérlek téged, hogy az első két meccs magyar tapasztalataidat mondjuk. Először is nagy szeretettel köszöntöm a szurkolókat és az itt megjelenteket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél nagyobb öröm nincs egy magyar futballrajongónak vagy futballszakembernek, amikor azt látja, hogy ilyen tömegeket mozgósít a magyar válogatott szereplése, a magyar futball jelenlegi helyzete. Nagyon örülök ennek. Van még egy forgatókönyv, hogyha a harmadikok vagyunk a csoportban, az úgy valósulhat meg, hogyha kikapunk a mai mérkőzésen, és akkor viszont a horvátokkal kerülünk egy mérkőzés elé. Azért úgy gondoltam, hogy ugye egy 134 mérkőzésben a csapatmunkával is nagyon jó fegyelmezett játékkal tudtuk megszerezni. A másik időt pedig azt hiszem nem csak hallgatjuk, hanem énekeljük is. Thank you.
kupán is harmadik lett a Ronaldo vezette Portugália, akik majd Horvátországgal játszanak.